Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Elkezdték a felkészülést a nyíregyházi férfi kosarasok. 5 éremmel tértek haza az országos bajnokságról Bakosi Péterék. Napközis táborral indította a szezont a nyíregyházi kosársuli. A válogatott Sándor Ákossal erősítette meg keretét az NKC. 7 új játékossal vág neki az NB3-nak a Nyírbátori FC. Végig Nyíregyházán készül a paralimpiára Veres Amarilla. Elkezdte a felkészülést a Marsó Nyíregyháza. A legutóbbi keretből csak Busz Iván, Nagy Krisztián és Gáspár Balázs maradt a csapatnál, mellettük fiatalok szerepelnek majd az NB1B-ben induló kékcápáknál. Egyelőre ugye a tavalyi keretre építkeztünk, illetve azokra, akik itt Nyíregyházán korábban is kosárlabdáztak már. Megnézzük, hogy milyen állapotban vannak ők, és meglátjuk, hogy hogyan alakul a további keretünk. Egyelőre még nem végleges ez a keret, amelyik most itt kialakulni látszik. Egy idegen légiósba gondolkodsz, milyen posztra szeretnél játékos szerződtetni, és mikor érkezhet? Magas embert szeretnék mindenképpen. A 4-es-5-ös pozíció, azt nem tudom sajnos, hogy mikor érkezhet, ez az anyagi helyzetünktől függ. Egyelőre még nem vagyunk túl pozitív hangvételben az anyagi dolgok tekintetében. Amint ez realizálódik, akkor fogjuk tudni majd a játékost is idehozni. Bő 6 hét, vagy szűk 6 hét van a bajnoki rajtik, hát hogy a szeptember közepén indul a bajnokság a NB1B-ben. Hogyan néz ki a felkészülési program? Az elején természetesen ráhangolódás volt, és a hétfői kezdés előtt már volt egy hét, amikor napi egyezéssel dolgoztak a srácok, de itt, ahogy ugye közeledünk majd a bajnoki rajthoz, egyre jobban fokozódik a terhelés is, taktikai részek is egyre jobb szerepet kapnak majd az edzésprogramban, és a szeptember 8-9-10-ei hétvégén mindenképpen szeretnénk egy hazai rendezésű tornát is megrendezni itt a Continental Arenában. Előtte pedig edzőmérkőzéseket, és valahová idegenbe szeretnénk egy tornára elmenni. A Debrecen úgy nézett ki, hogy rendez egy tornát, és szeptember első hétvégén oda fogunk tudni elmenni, de ők néhány nappal ezelőtt lemondták. Tekintve, hogy még sok minden képlékeny, gondolom a célokat sem tudtátok még most konkrétan kitűzni. Nem is szeretnék különösebben terhet rakni a csapatra. A tavalyi év eléggé megviselte a csapatnak a hangulatát és az egész létét. Szeretném, hogyha ez most stabilizálódna, és ebben az évben erőt gyűjtenénk ahhoz, hogy minél hamarabb vissza tudjunk kerülni a legjobbak közé. A kiesés után kérdés volt, hogy kitávozik, ki marad a csapatnál, jó néhány a távozás mellett döntöttek, te maradsz, miért döntöttél így? Így van, én itthon maradtam, meg tudtam egyezni a vezetőkkel, illetve Ernővel. Elsősorban szerettem volna befejezni itthon az iskolát, még az edzőiből is hátra van nekem egy év, illetve szerettem volna segíteni is a csapatot a tavalyi, ugye, úgymond kudarc kiesés után. Sajnos a tavalyi magyar magból már távoztak többen is, úgy néz ki, hogy aki most már elkezdte a felkészülést hétfő óta, a közös munkát, azok maradnak, ez a mag már megvan. Aztán az, hogy érkezik a légiós végül vagy nem, az még a jövő zenéje. Az elmúlt szezonban az A-csoportban is voltak kifejezetten jó meccseid, itt a B-ben meg egyértelműen vezérszerep kell, hogy háruljon rád. Milyen szezonra számítasz, mit vársz a csapattól és magadtól? Mindenképpen szeretnék első-második számú ember lenni a csapatnak. Ugye ketten, érdekes ez, 23 évesen vagyok még, de igazából rangidős leszek Nagy Kriszóval. Mi ketten mindenféleképpen tényleg fel kell, hogy vegyük ezt a vezérszerepet. Nagyon sok fiatal van a csapatunkban, van akinek még igazából nem is volt semmilyen ilyen felnőtt vagy profi csapat vagy tapasztalata. Nekik kell igazából segíteni a beilleszkedést és meccseken is minden tőlünk tehetőt megtenni. Nyíregyháza az elmúlt 14 évben az A-csoportban játszott. Mennyire ismered, mennyire ismétek a B-csoport mezőnyét játékosait? Személy szerint én mindig követtem. Annak idején még a Nagy Káló szerepelt ugye B-ben, többek között a bátyám is játszott ott, úgyhogy már akkor figyeltem az NB1-s meccseket, illetve nekem 3 éve Sopronban az U20-as csapatunk el tudott indulni ezzel a MKOSS-es támogatással a B-csoportba, és nekem ott volt egy szezonom NB1-ben, amit én nagyon szerettem, nagyon élveztem, jó kiegészítés volt a felnőtt NB1-es csapat mellett. Azóta is az ottani megszerzett tapasztalatok miatt is, meg
ismeretségek miatt én követtem az NB1-t, én egy jó bajnokságnak tartom, sőt egyre erősödik szerintem. Idén is keleten sok szilárd, stabil csapat lesz. Szeretnénk mi is egy jó helyezést elérni, meglátjuk, hogy hogyan alakul. Győzelemmel kezdte a szezont a Kisvárda Mastergood. A labdarúgó NB2 nyitófordulójában a várdaiak Lukasz és Rajci góljaival 2-0-ra nyertek a budaörs vendégeként. Győzelemmel, még pedig idegenbeli győzelemmel kezdte a szezont a Kisvárda, de a meccs előtt beszélünk egy picit az előzményekről, hiszen az utolsó edzésén nagyon súlyos sérülés történt. Mennyire nyomta rá ez a hangulatra a bélyegét? Igen, rányomta a bélyegét, sajnálatos eset történt. Egy rossz ütemű becsúszás következtében, hogy a décegnek elszakadt a bokája, eltört magyarul mondva, és hát ez meghatározta a csapat hangulatát. Ezt az edzés előtt még ugye az Olá Gergő édesapja elhunyt, ugyanúgy is felmentést kapott, tehát ez természetesen nagyban befolyásolta az egész edzésnek a hangulatát. Egy picit el is csúszott az edzés, mert hát elég súlyosnak tűnt, ugye még a mentő megérkezett, vagy a kórházba el tudták juttatni. Azt hiszem, hogy ez a mérkőzés alapján is érezhető volt a csapaton, ideges, görcsös volt a hangulat, a bizonyítási vágy mindenkiben benne volt, már a fiúkért is elsősorban, de természetesen a jó rajt érdekében is. Idegenben lépett pályára mind a két csapat, hiszen a budaörs Cselekváron albérletben játssza a pálya felújítása miatt a meccseit. A mérkőzés előtt mi volt a minimális elvárás a Kisvárdával szemben? A jó rajt volt az elvárás, és a saját játékunkat tudjuk játszani, amivel természetesen a győzelem volt a fő cél, hisz ez nagyban befolyásolja és meghatároz az egész bajnokságba való szereplést, amit én úgy ítélem meg, hogy eredményesen tudtunk megoldani. Természetesen voltak sok hibák, voltak nagy lehetőségeink, amivel nem tudtunk élni, de ez az elkövetkező idők feladata lesz, hogy ezeket hogy tudjuk finomítani, és hogy tudunk ezen javítani. Meddig volt kérdéses a 3 pont megszerzése? Míg a játékvezető le nem fújta a mérkőzést, ezt tudni kell. Több nagy szansz volt a második fél időben, akkor már egyértelmű volt a játékunknak, mi domináltunk, mi irányítottunk, helyzetek sorozatát alakítottuk ki. Úgy ítélem meg, hogy tisztesen helyt állt a budaörs, de megúszták egy-két-három góllal, amíg simán szerezhettünk volna további jó játékkal, eredményesebbé tehettük volna a mérkőzés alakulását is. A bajnokság előtt elhangzott, hogy egy nagyon hosszú kiegyensúlyozott bajnokság lesz, és hát elég az első forduló eredményét megnézni, alig hanem már is igazolódott ez a tétel. Egyetlen csapat sem lehet biztosra sehol, hisz bárhol történik váratlan eredmény, ha csak a Cegléd Békés Csaba mérkőzésre utalok, de ugyanúgy a Soroksár felcsút mérkőzés is bizonyította mindezt. Hát a Nyíregyházáról nem beszélve, hisz itt is sima győzelmet vártunk, azt hiszem, mindannyian, de a többi csapatok is ugye elég szoros mérkőzések alakultak ki, és ez a bizonyíték annak, hogy nagy harc lesz az egész bajnokság során. A jó rajt akkor ér valamit, ha a következő mérkőzésen is behúzza a 3 pontot a Kisvárda. Tudjuk, készül, most mai naptól kezdve már arra készülünk, további lépéseket teszünk annak érdekében, hogy még jobban játszunk, és még eredményesebbek legyünk. Nem lesz egyszerű mérkőzés, egyetlen csapatot se becsülünk le, hisz csak akkor van meg a győzelem, ha az utolsó szalmaszálig mindenbe kapaszkodva ragaszkodunk a saját játékunkhoz, és azt mennél eredményesebbé tudjuk tenni, akkor mindig könnyebb és könnyebb lesz a mérkőzéseknek a megnyerése, vagy a pontszerzés. A Kisvárda Mastergood a második fordulóban a Sorossát fogadja, a Nyíregyháza Spartacus pedig Vácra látogat. Egy arany, egy ezüst és 3 bronzérmet szereztek a nyíregyházi atléták a felnőtt országos bajnokságon. A dobogó legfelső fokára a magasugró Bakusi Péter állhatott fel. Természetesen a bajnoki cím a lényeg. Azt szokták mondani, a bajnokságot meg kell nyerni, azt teljesítette Péter. És most az eredmény az kicsit kívánivalót hagy maga után, 212 cm, úgy gondolom, hogy az nem igazán egy jó eredmény. Sajnos az egész évi szintestési mizériában Péter annyira elfáradt, hogy hát ezen a versenyen már nem tudta összeszedni magát. Hogyan teljesítette a többi nyíregyháziugró? Péter mellett a pár Robin lett 4. hármasugrásba, 2 centire megközelített az egyéni legjobbját.
ő is egy sérüléssel bajlódott, úgy indult el a bajnokságon, azt gondolom, hogy ehhez képest az eredmény elvárható volt. Leveleki Bence igazából az Európa-bajnokságról betegen jött haza, lefogyott 5 kilót, az ő súlyához képest 5 kiló az nagyon sok, nagyon legyengült, így nem tudta a selejtező szintet teljesíteni, és így nem jutott a döntőbe. Most ugye az olimpia kerül minden fókuszba, de hát még a hazai versenyidőszakban a szabadtéréből is van hátra. Milyen versenyeken állnak még rajthoz az ugrók? Most Pétert elküldtem pihenni, ráfér, 1-2 hetes pihenés, és utána még fel fogunk készülni a szeptemberi Liga Kupa döntőre, és a csapatbajnoki döntőre. Mind a kettő nagyon fontos verseny. Én azt gondolom, hogy Péter mind a kettőt meg fogja nyerni, a csapatbajnokságon pedig jó eredménnyel fogja segíteni a csapatot, mi a jobb eredmény eléréséhez. Te ezüstéremmel a szintén nyíregyházi Kápráll János pedig bronzéremmel tért haza az országos bajnokságtól, és nem sok hamar adok el az olimpiai részvevő győztes Kővágó Zoltán eredményétől. Milyen volt a verseny, mennyire vagytok elégedettek ezzel az eredménnyel? A helyezéshez az elégedettek vagyunk, ezt aláírtuk volna, úgy gondolom, mind a ketten ezt a második, harmadiket, az eredmény az már nem annyira volt jó, de ugye Lóin is látszott, hogy 8 méterrel dobott jobbat a múlt héten. Erős hátszerünk volt, és sajnos nálunk azért eléggé befolyásolta az eredményt. Milyen volt egyébként a mezőny? A teljes mezőny itt volt, kivétele a Huszák Janit sérülést. Ugye tavaly múlt héten a gyulai versenyen megsérült, valószínűleg idén már nem tud dobni, de rajta kívül mindenki itt volt, aki számít. Hány érvényes dobásod volt? Hát jól emlékszem, most 3 vagy 4. Már most ezt nem tudom pontosan. Az első serényes volt, a harmadikra dobtam azt az 58-at, de úgy gondolom, hogy még azért marad bennem. Van is még hát a versenyszezonból, nagyjából hány verseny állsz még rajthoz? Én úgy gondolom, hogy 4-5 versenyen szerintem még rajthoz fogok állni, és mindegyik 60 méter fölött szeretnék dobni. Úgy érzed, benne van ez az eredmény? 60 méter, én úgy gondolom, hogy bármikor most már fogok tudni, úgy gondolom, összeállt a technika. Most egy kis szerencse kellett volna hozzá. Kicsit talán végére túlgörcsöltem, hogy Zolit meg lehetett volna verni. Azért őt még egyszer sikerült csak eddig, aztán az nagy skalp lett volna. Az előkészítő csoport napközis táborával elkezdődött a felkészülés a nyíregyházi kosárcsulinál. A jövő héten 50-en Békés Csabára utaznak edzőtáborozni, majd augusztus közepén a felnőtt csapat is edzésbe áll. A héten a legkisebbek, az előkészítő csoport kezdett egy ilyen játékos, kreatív kosárlabda féle táborra. Ugye ők azok, akik még a mentakásos táborban még nem utazhatnak, több oka is van ennek, ugye az, hogy picikék még, és nagyon nehéz ugye azt a ritmust, ami ott lesz fölvenni. De ők egy héten keresztül kosárlabdáznak, szokjuk azokat a dolgokat, amiket ugye a következő évben majd el kell sajátítaniuk, tehát szokjuk az eszközöket és minden más. Egyébként mellette rengeteget játszunk, és ismerjük egymást, tehát ők engem, én őket, meg az Orsit, meg azokkal, akikkel jövőre együtt fognak dolgozni, és jövő héttől pedig nekiindulunk a nagyobbakkal a bentlakásos táborba, ebbe az évben Békésabára megyünk, mert ugye Csengerben nem készült el a sportcsarnok, és ezért voltunk már többször is Békésabban, és ugyanolyan jó lehetőségek vannak. Ezért a nagyobbakkal, tehát ebbe értendő a kadett serdülő tinű és a gyerekcsapatnak a körülbelül 2/3, egy körülbelül egy 5-50 fővel fogunk nekiindulni ennek a tábornak, ugye ott napi 2 edzés fog szerepelni a programok közt, mellette ugye lesznek szabadidős tevékenységek, megyünk strandra, hát mert természetesen érted, ilyen csapatépítő játékokat fogunk még megcsinálni, és ugye ha ezzel a táborral végezték, akkor pedig 15. éven mindenki kőkeményen elkezdi az alapozást, tehát ez az NB1-től kezdve azokon, akik még ugye nyári táborozásokat, nyári szabadságokat töltik, és innentől kezdve az augusztus ugye erről fog szólni, annyi, hogy az augusztus végén egy ilyen 5-6 csapatos, attól függ, hogy melyik korosztályban hány csapat jelezte a részvételét, azzal elkezdünk egy ilyen nemzetközi kosáradottanát, ami ugye évek óta szokásos a mi egyesületünknél, és azokat a csapatokat, akikkel olyan kapcsolataink vannak, vagy akik későbbiekben mi is az ő tornáikról fogunk utazni, azokat meghívtuk, és itt egy 3 napon keresztül, itt 3-4 teremben fognak zajlani ezek az események, ami úgy gondolom, hogy az alapozást jól fogja zárni. A felnőtt csapat tavaly nagyszerű éve produkált, de lesz-e várható-e valamilyen változás, hiszen ez a nyári időszak, az átigazolási időszak is egyben? Hát természetesen ugye a mi egyesületünk ugye az arról híres, hogy mi minden évben új csapatot építünk.
ez ebben az évben se lesz másként. Ugye vannak olyanok, akik tanulmányi okok miatt nem biztos, hogy tudják vállalni a kosárlabdát. Ugye van olyan, aki Debreceni Egyetemre vettek föl, tehát most ő vagy megoldja úgy, mint ahogy a papdia megoldja, hogy átjár edzésekre, vagy meglátjuk, hogy ővel mi lesz. Tehát ugye ez a Karolinát érinti, a Popenkót, nem tudjuk, a Lizák Kittinek ugye nagyon érdekes rendszerben tanult, tehát ugye neki mellett a munkahelye is van, úgy kell az évet teljesíteni, és nem biztos, hogy meg tudja oldani, de lehet, hogy kevesebb edzést tud vállalni, annyi, hogy a fiatalabbakat segíti majd abban, hogy a rutin szerzés szempontjából, meg hát ugye nekünk minden egyes évben az a célunk, mint hogy már az előző bajnok év végén is ugye elkezdtük a fiatalokat pályára küldeni, tehát egy halomtehetséges gyerekünk van a 2001-es és a 2000-es korosztályban, akiket szép lassan megpróbálnak beépíteni, tehát annó annak idén ez a csapat is így kezdte, tehát a diáik is már annó középiskolás első és másodikos korukban elkezdtek NB1-B-t játszani, természetesen akkor még nem meghatározó szerepük volt, hanem kiegészítő szerepkör, de úgy gondolom, hogy itt a magazin megmaradt, tehát az Orsi, a Dia folytatja tovább, a Fekete Dóra ugyanúgy kosárlabdázik a következő évben, a Sandi ugyanígy itt maradt, úgy néz ki, hogy a Vivien kosárlabdázik még, bár ugye ő a mester szakon kezdi el a tanulmányait a Nyíregyházi Főiskolán, de én úgy gondolom, hogy az alap a Takács Anna ugyanúgy megmaradt, és azt, amit az előző évben elkezdtünk, azt a munkát a kicsikkel, azt szerintem nagyon szépen fogjuk tudni folytatni. Hál' Istennek, ugye ügyesek, korosztályos válogatottba hívják be a játékosainkat, tehát ez azt jelenti, hogy ezekre a gyerekekre lehet a hosszú távon építeni. Lehet, hogy a következő év nem fog egy ezüstérmet hozni, de én úgy gondolom, hogy a következő időszak azért a fiatalságra szól, tehát nekünk azért minden évben sikerült úgy fölépelnünk a csapatot, hogy azért mindig dobogó közelbe értek ezek a lányok, amikor a középiskolás, mint a 30-as, 40-es éveiket töltötték. Hát most újra elkezdünk csapatot építeni, aztán lesz, ami lesz. Mint az elmúlt szezon értékelésénél elhangzott néhány héttel korábban, minden szempontból sikeres szezon, tehát a nyíregyházi kosársuli, amivel magasra is tettétek a mércét, a létszet, most előkészítve a következő évadot, milyen feltételekkel, mire készülhettek? A gyakorlatilag a feltételek azok nem igazán változtak. Természetesen nyilván sok minden függ azon, hogy a társasági adó támogatásból mekkora összeget tudunk lehívni. Ez nyilván a pénzügyi oldalát befolyásolja a dolgoknak, ami meghatározza azt is, hogy mi az, amit meg lehet csinálni, és mi az, amit nem. Amit már biztosan látunk, és amit ebben az évben eddig megtettünk, hogy beneveztük azt a 7 csapatot, akit korosztályonként nevezni lehetett, és hát van, ahol már B-csapatot is neveztünk, tehát nincs ezzel semmi gond. A versenynaptárt még nem fogadta el a Magyar Kosárlabda Országos Szövetség elnöksége, az elnökségi ülés majd augusztus 17-én lesz, valószínű, ott bolintanak rá a versenynaptára, akkor már tudjuk a konkrétumokat, az esetleges ütközéseket vagy nem ütközéseket, és ennek függvényében még esetleg további csapatok nevezése is várható az alsóbb korosztályokban, illetve hát attól is függ, hogy hány gyereket tudunk mindjárt az év elején a toborzások alkalmával magunkhoz csábítani, hogy szabad ezt mondani. Az biztos, hogy augusztus 26-27-28-án az AgroCare kupával indítjuk a szezont. Ezt követően szeptemberben különböző felkészülési tornákon leszünk, illetve szeptember elején az Adidas Streetballon is részt veszünk itt Nyíregyházán több csapattal. Aztán utána hát majd meglátjuk, hát végül is a szakembereink azok bízom benne, hogy fejlődnek, haladnak a korral. A gyerekek remélem, hogy egyre inkább megszeretik a sportágat, és egyre többen fognak jönni kosárlabdázni. A többi meg már rajtuk múlik. A 21-szeres válogatott Sándor Ákossal erősítette meg játékos keretét a nyíregyházi férfi kézilabda csapat, amely 11 edzőmeccset játszik a felkészülési időszakban. Jelentősebb mozgás nem volt a nyáron, azt gondolom. A kapusposzton volt változás, a Nagy Levente, a Fradihoz távozott, jobb szélről a Munkácsi Máté Vecsése. A szerb irányítónk, őt még nem tudom, hogy hová igazolt, ugyanis ettől az évtől nagyon komoly szankciók, illetve nagyon, nagyon komoly pénzbe kerül az, hogyha külföldi játékosnak szeretnénk játékengedélyt kérni, úgyhogy őt mindenképpen elengedtük. Illetve hát a teljesítménye sem volt olyan, ami egy külföldi játékoshoz méltó lett volna. Tehát a Milőe Dolic ő távozott, és a Gubó Alex pedig a Dabas csapatát választotta. Akik érkeztek, azt mondom, régi új nyíregyháziak, a Gadnai Attila kapuban, Erdős Zoli jött vissza irányítóposzton, a Vasas Gyurci balszére, és a
talán a legnagyobb igazolás, most azt tudom mondani az NB1B-ben, a Sándor Ákos, aki többszörös magyar válogatott és a Gyöngyös csapatából érkezett hozzánk, úgyhogy ettől az évtől nálunk folytatja a játékot. Történt-e valamilyen változás vagy átrendeződés a szakmai munka irányításában? Igen, abban is volt némi változás. Az elmúlt évekhez képest a napi munkából egy picit kivontam magam, és a Granzsán Gábor, illetve a Bécsi Jani fogják napi szinten a napi operatív munkát irányítani. Továbbra is ugye szakmailag én felek a klubért, de a napi operatív munkából már nem veszem ki a részemet. Úgyhogy ennyi az új felállás. Egy picit a családdal szeretnék több időt tölteni, már mondom őszintén. Az elmúlt években rendre a dobogón végzett a csapat, most mi lehet a célkitűzés, hiszen egy olyan bajnokság lesz, amelyből több kieső lesz a szezon végén. Azt gondolom a bajnokság eldőlt. Furcsa ez, hogy ezt mondom itt a felkészülés másik hetében. A Ferencváros egy olyan csapattal vág neki ennek a bajnokságnak, akik én azt gondolom, hogy a kérdés az, hogy egyáltalán valahol ki tudnak-e kapni. Úgyhogy én azt gondolom a bajnoki cím. Ezzel együtt az ötödik fordulóba jönnek Nyíregyházára, nem feltartott kézzel fogunk kézlabdázni. Onnantól lefelé én azt gondolom a 2-től 6-ig van rá is esélye a csapatnak, hogy oda kerüljön. Látjuk azt, hogy erős lesz a Békés, erős lesz az Úzd, a Kecskemét, úgyhogy nekünk ezekkel a csapatok az Algyű, ezekkel a csapatokkal kell küzdenünk, úgyhogy rá is én azt mondom, hogy az első 6 hely megszerzése a cél ebben az évben. Hogy néz ki a felkészülési program, hány meccsen léptek még pályára ezt a mai mérkőzés leszámítva? Ezen kívül van még 10 felkészülési mérkőzésünk, egy 7 hetet terveztünk most ebben az évben, szombaton, illetve már pénteken elutazunk Szlovákiába, aztán játszunk a Békéssel, az Ózdal, hagyományszerűen játszunk most már egy nemzetközi tornán a Balmazújvárossal, illetve ottani élcsapatokkal. Én azt gondolom, hogy van 10 felkészülési meccs, ami elegendő kell, elegendő ahhoz, hogy szeptember 11-én olyan formában és olyan erőben legyen a csapat, hogy hazai meccsen győzelemmel debütáljunk. Hét új játékos el a keretében vág neki a hétvégén rajtoló NB3-as szezonnak a nyírbátori futballcsapat. A Máton István által irányított együttes célja a bennmaradás kiharcolása. Szerencsére időben sikerült összeállítani a játékos keretet. A felkészülés nagy részét szinte a teljes játékos kerettel tudtuk együtt dolgozni. Mindenki izgatottan várja már a bajnoki rajtot, ezért dolgozta végig a felkészülést, hogy bajnoki pontokért küzdhessünk. Kik érkeztek, kik távoztak? 5 távozónk volt, Fülöp Gergő kapusok Kazincbarcikára igazolt, Vámos Márkort a kölcsönadásából visszahívta a Nyíregyháza Spartakus, Szilágyi Krisztián Balkányba igazolt, Sós Tibor visszament Tuzsérra, neki a munkahelyi elfoglaltsága jelentett akadályt. Érkeztek Vasas Gergő a kapuban, Bernát Martin Sényőről, Kornutyákot kölcsönbe kaptuk Kisvárdáról, Szabó Roland és Reznek Donát a középpályára érkeztek, Hornyák Marci pedig a csatársorba. Lehet azt mondani, hogy a tavalyi összképest erősödött a keret? Én nagyon bízom benne, ez ugye majd a bajnoki mérkőzéseken fog eldőlni. Én szeretném azt hinni a felkészülési meccseken és az edzéseken mutatott hozzáállás alapján, hogy erősödtünk akár játékban, akár fegyelemben, minden téren előre léptünk szerintem. Milyen játékot fog játszani ez a Nyírbátor? Megpróbáltunk a felkészülés alatt arra törekedni, hogy ugye azért Nyírbátorban évek óta a bennmaradás kiharcolása a cél. Megpróbáltunk egy olyan labdabirtoklásra épülő játékot gyakorolni, amikor nem nekünk kell mindig az ellenfélhez alkalmazkodni, hanem amikor majd mi próbálunk dominálni a mérkőzéseken. Nyilván ez majd mindig a meccs fogja adni, hogy ez sikerül vagy nem, ez az ellenfelek játék erejétől is függeni fog, de erre törekedni fogunk mindenképpen. Az elmúlt bajnokságban egy kieső volt, ezzel szemben most 5 lesz, tehát lényegesen nehezebb lesz az előttünk álló szezon. Te milyen 2016-17-es évadra számítasz? Igen, hát még most a többi csapatnak az erejét nagyon nehéz felmérni, ehhez el kell majd telnie legalább egy 4-5 fordulónak. Ugye most kaptunk már csapatokat a középcsoportból is, akiket nem ismerünk. Jöttek olyan utánpótlásgárdák, az MTK például, aki eddig még nem játszott a mi csoportunkba. Van feljutó is a Hajdúböszörmény személyében, tehát nem igazán ismerjük még az erőviszonyokat. Biztos vagyok benne, hogy egy sokkal
még a tavalyitól is kielezettebb bajnokság lesz, ezért sem engedhetjük meg magunknak azt, hogy úgy kezdjük a bajnokságot, mint tavaly, hogy össze 8 pontot szerzett a csapat. Nyilván ezt tapasztalatból tudja már az ember, akár a játékos múltjából, akár az edző, amennyi tapasztalatom van már, hogy nem mindegy az, hogy kezdjük el a bajnokságot, ezután azért már nem kell annyira görcsölni, ha esetleg sikeresebbek vagyunk, és az ellenfelek sem úgy érkeznek hozzánk, hogy na akkor ez egy biztos 3 pont nekik, hanem akkor nekik is arra kell számítani, hogy a Nyírvátor ellen nehezebb dolguk lesz. Egy jó nyitány akár az egész tűzt meghatározhatja. Mire számít ez a Tiszaújváros ellen? Igen, hát már a Tiszaújvárosról beszélgettünk az öltözőbe, mint az elején említetted is, egyedüli megyei csapatként maradtunk. Én azért mondtam az öltözőbe a játékosoknak, hogy ahogy alakult is az átigazolási szezon, kicsit mondhatjuk ezt megyei rangadónak, a legközelebbi riválisunkkal játszunk már, és ugye tudva levő, hogy Gerlicki Máté lett az edző, akivel együtt végeztem az A-licences tanfolyamot, tehát azért ismerjük egymás felfogását a fociról, nem fogunk tudni olyan sok újat mutatni a másiknak, és még megyei játékosok is érkeztek a Tiszaújvárosból, akár tőlünk Fabu Márton is, akit pont nem említettem a távozók között, és még Ibrányból is igazoltak megyei játékosokat. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan mérkőzés lesz, ami nagyon fontos számunkra, és mindent meg fogunk tenni azért, hogy sikeresen térjünk haza. Elkezdte a paralimpiai felkészülés Veres Amarilla. A végig hazai környezetben tréningező nyíregyházi kerekesszékes vívónő párbajtőr egyéniben és csapatban indul Rióban. Én igazából a fizikai állapotról beszélnék elsősorban. Most alapozó edzéseket tartunk, mindenféle fizikoterápiával, masszázsal, jégszaunával egybekötve. Én nagyon jó erőben érzem magam, és már nagyon várom, hogy elinduljunk Rióban. Az utolsó versenyen, a Varsói Világkupa versenyen bronzérmet szereztem, mennyire jó visszaigazolás ez az paralimpia előtt? Hát igazából az érem mindig jó, tehát ez akárhogy is nézzük, forgatjuk. A dobogós helyezést elérni egy világkupa versenyen, az nagyon-nagyon-nagyon jó előjel. Nyilván ez igazából nem befolyásolja a paralimpiai szereplést, viszont egy nagyon jó előjel. Ahogy közeledik az indulás és a verseny ideje, jobban foglalkoztat, hogy mi vár rád meg Brazíliában, mint korábban? Hát őszintén szóval nem. Oda megyünk, valahol majd alszunk, lesz egy ágyunk, edzünk, versenyzünk, aztán majd hazajövünk. És mindenképpen én azt szeretném elérni Brazíliában, hogy a versenyzésem az olyan legyen, mint eddig. Tehát, hogyha olyan lesz, mint eddig, akkor nem lesz semmi gond, helyezéstől teljesen független. Mekkora előnyt jelent az, hogy gyakorlatilag hazai környezetben végzed végig a felkészülést? Nekem ez nagyon sokat jelent. Én nagyon szeretek itt lakni Nyíregyházán, és nagyon jó, hogy nyilván az erőnléti edzőm is, tehát vele is folyamatosan együtt dolgozunk. Nagyon jó, hogy nem kell új edzőkkel, új emberekkel megismerkedni, összeszokni. Ez nagyon jó, hogy a megszokott csapattal, a megszokott edzőimmel, edzőpartnerekkel tudok felkészülni, ez nagyon jó. Egyéniben és csapatban is indulsz, ugye párbajtőrben, élvez-e valamelyik előnyt? Nem, igazából nem. Nyilván csapatban egy kicsit más a mentalitása a vívásnak, más a taktika igazából, de ugyanazok a szúrások, védések, az minden ugyanaz. Ugyanúgy kelünk fel reggel, igazából nincs, én nem helyezem egyiket sem előtérbe. Mindenkit versenyponat 100%-ot fogom kihozni magamból, és nyilván a többiek is, és meglátjuk, mire lesz elég. Említetted, hogy most az erőnléten van a hangsúly, hogyan épül fel egy nap? Egy nap, hát minden nap van erőnléti edzés, és van masszázs két naponta, és minden nap kétszer megyek jégszaunába. De ettől függetlenül várod már, hogy azért elkezdődjön az itteni edzőtábor, és a vívás legyen a főszerep? Nagyon várom. Ezt hívják úgy, hogy pengeészség, amikor egy bizonyos időszakon, tehát több napon vagy több héten keresztül az ember nem vív, nem fog fegyvert a kezébe. Nyilván egy olyan ember, aki naponta kétszer-háromszor edzett eddig egy nap, nagyon-nagyon-nagyon hiányzik már a vívás, úgyhogy nagyon várom, hogy jövő héten elkezdjük az iskolázást és a vívó felkészülést. Ennyi fért a mai sportszeletbe, találkozunk egy hét múlva. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!